2015 nyarán igazoltuk az első játékost. Az első évben két csapattal indultunk, U19-tel, U17-tel. Az akkori létszám 50 volt, mert az NB3-as csapatban is játszottunk. Pillanatnyilag 287 játékosunk van, 13 fiú csapat U7-től U19-ig, és van 4 női csapatunk is. Annyit még kell mondanom hozzá, hogy az U19-ünk az felnőtt bajnokságban indul a Blaszban, és ott egy pár idősebb játékos is tavaly kiöregedett, vagy előtte kiöregedett is játszik. A nagypályás csapataink minden nap edzenek, és minden nap van egyéni képzés is. A kispályások az a életkortól függően minimum 2, de 3 vagy 4. Jelenleg 18 plusz 2-es kerettel dolgozunk, de bizonyos edzésekre a fiatalabb korosztályból mindig felhozunk 2-3 tehetséges játékost, hogy szokják a nagyobbakkal való küzdelmet. Heti ritmusunk az 5 edzés van, tehát minden nap van edzés. Egy edzésekbe gondolkodunk, de nincs olyan nap, amikor nem csinálunk egyéni képzés pluszba a srácoknak. Itt is döntően azért a tehetségekkel foglalkozunk egy kicsit többet. Ugye tavalyi évben volt először, hogy indítottuk ezt a fiatal csapatot a felnőtt bajnokságba. Jól sikerült ez az évünk, nem volt meghatározva célként a feljutás, ettől függetlenül végig elő tudtunk játszani a bajnokságba. Idén egy kicsikét konkrétabb célokat tűztünk ki, fel kéne jutni. Tehát fel kell jutni, nagyon nehéz dolgunk van, kiegyenlített a mezőny, de azt gondolom, hogy egy jó téli felkészüléssel meg fogjuk tudni csinálni. Lafayette-ben pályára lépni mindig egy nagyszerű érzés, és de egyúttal hatalmas felelősséggel is jár. Ezt érezhetjük hétről hétre, hogy minden csapat minket akar megverni, mindenki ellenünk többszörös erőbedobással küzd, és a vendégmeccsünknek is mindig van egy sajátos atmoszférája. Úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy csodálatos érzés, de ugyanakkor nagy felelősséggel is jár. Mindenféleképpen meg szeretnénk nyerni a bajnokságot az év végén, és fel szeretnénk jutni NB3-ba. A jövőben pedig szeretnék a felnőtt csapathoz közel kerülni, és ha lehetséges, ott is játszani. Semmilyen anyagi vonzata nincs, tulajdonos mindent biztosít, nincs tagdíj, nem kérünk semmiért, sem utazási, sem szerelésért, semmiért költséget. A gyerekeket pedig szeretettel látjuk a honlapon elérhető címeken, telefonszámokon.